Karcagon még tartja az árát az alma, karcagiak és a horoszkóp, stúdiónk vendége Kumadaros polgármestere, benvonhatják a horgász jegyét a szemetelő horgászoknak. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. január 21-én 18 óra 5 perckor. A legkedveltebb és általában olcsó magyar gyümölcs kilójáért sok helyen már 1000 forintot kérnek, számolt be róla az egyik napilap. Televíziónk utána járt, hogy mennyit is kérnek helyben 1 kiló almáért. Karcagon még tartja az árát az alma. Az 1000 forintos ár térségünkben nem jellemző, szupermarketekben és fővárosi piacon sajnos igen. Ezek persze szép, fényes, egészséges almák, hiszen csúf ütődött, nyomott, van olcsóban is, de az is 400 forint kilónként. A külföldi almát behozzák, az olaszt, a déltriolit, talán a lengyelt is, és azok lenyomják az árát. Pedig nagyon kevés termet most a tavalyi évben. Egy harmada termés van, mint az előző években. A tavaszi fagyok elvitték. A tavaszi fagyok emelhették az árakat, a televíziónk által megkérdezett termelő szerint, de több tényező is befolyásolja az árak változását. Tavaly tavasszal sok gyümölcsösben a rügyek elfagytak, aztán a szárazság okozott gondokat, sok olyan fajta volt, amely egyáltalán nem is hozott termést. Tavaly tavasszal folyamatosan jöttek a mínuszok. Áprilisban többször is volt mínusz 5-6 fok a gyümölcsös kertekben. Hát nyilván rettenetesen nagy fagykára volt a termelőknek. Utána pedig a nyári aszály sem tett jót a termésnek. Nagyon-nagyon kevés alma érett be az idén a fán, és hát gondolom, hogy ez a magas ár ennek tudható be. Nekünk az kellene, hogy télen legyen tél, de már a jövő hétre megint felmelegedést mondanak, és ilyenkor nehéz eldönteni, hogy mikor kezdjük a metszést, és mi várható. Ha túl hamar metszünk, és esetleg olyan ágakat is levágunk, amin esetleg termés lehetne, akkor lehet, hogy megint aranyárban lesz az alma. Nyilván ezt a termelő rettenetesen átgondoltan fogja megtervezni, és hát reménykedünk abban, hogy extra körülmények nem lesznek 2021-ben. A stábunk által megkérdezett vásárlók szerint viszont drága a tél kedvenc gyümölcse. Az alma és minden gyümölcs szinte aranyáron van, mert az idén lefagytak általában a kis kertekbe is, meg a nagy termelőknek is, úgyhogy igazániból mértékkel tudja az ember csak megvenni, de muszáj, mert a vitamint meg valahogy pótolni kell, főként így téli időszakban, és az alma meg Szabolcsból jött, jó ropogós, finom, ízes, akkor is megveszi az ember, csak kevesebbet, mint egyébként szokott. Vannak gazdák, akiknek tavaly egyáltalán nem volt bevételük, és aki ezt nem tudta átvészelni, abba hagyta a gazdálkodást. Karcagon és térségünkben 3-500 forint körül mozog a kilónkénti ára. A horoszkóp azért ilyen hatásos sokak szerint, mert amit leírnak benne, az bármelyik emberre ráillik. Például szerencsés napja lesz, főleg pénzügyekben és a munkahelyén. De hogyan vélekednek önök erről, következő tudósításunkból kiderül. Eltetszik-e olvasni a horoszkópot évelején? Eltoktam, igen. Októberi vagyok. Beszokott-e jönni, amit ott ilyen a... Hát általában, legtöbben valósul. A horoszkóp több része van, ugye pénzszerelem, stb. Igen, igen. Pénzszerelem. És abból mit szoktad bejönni? Hát például van olyan, hogy pénz, van olyan, hogy szerelem, egészség, minden a gyermekeimnek a minden. Úgyhogy általában majdnem legtöbb része be szokott jönni. Hisz benne? Egyébként, ha igen, miért? Hiszek benne, igen, hiszek benne, mert tényleg azért mondom, hogy elolvasom meg minden, és megtapasztalom, hogy legtöbb része megvalósul, úgyhogy tényleg igaz. De újságot nem hordatok. Melyik részébe hisz? A pénz, szerelem, sok része van a horoszkóp. Hát a szerelem az már 71 évesen, az ki van gárva. Hát a pénz, nem, inkább
inkább az, hogy a jövőbe mi várható esetleg. Volt már olyan, ami bejött belőle? Igen. És ha igen, mi volt ez a negyedben? Hát így nem tudnám most pontosan megmondani, de voltak. Igen. Hát nem azt, hogy annyira hiszek, de úgy hiszek benne. Hát a tévében is szoktam nézni az ilyen műsorokat, tudományos műsor, hogy a csillagok állásából sok mindent előre lehet tudni. Most legutóbb is, hogy ez is előre volt látható, ez a járvány, meg a háború, a második első világháború. Tehát azért is hiszek benne, hogy a csillagok állásából azért nem 100%-osan, de azért sok mindent tudnak előre. Meg van, amit nem mondanak meg azért, hogy ne essenek pánikba az emberek. El szokta évelején olvasni a horoszkópot? Hát igen, elszoktam. Mennyire hisz benne? Hát sokba. Minden. Általában mindig bejön. Mi szoktak bejönni benne? Hát általában az élet, meg hogy mit, hogy kell csinálni. Évelején el szokta olvasni a horoszkópot? Természetesen nem. Miért nem? Egy személyre szabott horoszkópom van, amit asztrológus csinált, és én azokat szoktam, vagy azt szoktam bújni. Nem csak évelején, hanem folyamatosan az évközben. Mindig találok benne valami új felfedezni valót. Mik szoktak bejönni? Általában minden. Tehát különböző életterületekre vonatkozó tanácsok, illetve információk. A horoszkóp az ezért nem egy jóslás, tehát nem úgy kell rá tekinteni, mint egy varázsgömbre, hogy akkor majd megtudom belőle a pontos jövőt. Jellemvonások, személyiség jellemzők vannak benne, különböző életterületeket mutat be, ami általában azért nálam be szokott jönni. Nem vagyok asztrológus, foglalkozom vele, nagyon érdekes területnek. Az egy olyan reál tudomány véleményem szerint a matematika vagy a fizika. Következő híradásunkat Kunmadaras polgármesterével készített interjúnkkal folytatjuk. Mai vendégünk Balogh Marianna, Kunmadaras polgármestere. Üdvözlöm, polgármester asszonyt, és köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó napot kívánok! Üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit! Milyen célkitűzésekkel, feladatokkal indult a 2020-as év? 2020 Kunmadaras számára is egy kihívásokkal teli év volt. A mindennapi feladatainkon túl természetesen az önkormányzat is mindent megtett az emberek egészségének a megőrzése érdekében. Több alkalommal sajnos a költségvetésünket ugye a vírus helyzethez kellett igazítani. Jó néhány alkalommal az önkormányzat biztosította lakosoknak ingyenesen szájmaszkokat, és több alkalommal fertőtlenítettük a közterületeinket is. Körülbelül egy éve, amikor a képviselőtestület elfogadta a 2020. évi költségvetését, akkor kifejtette azt a szándékát, hogy minden pályázatunkat 2020-ban megkívánunk valósítani. Ezzel nagy feladatot vállaltunk magunkra, de örömmel mondhatom, hogy minden pályázatunkat befejeztünk az elmúlt évben, és így 600 millió forint értékben valósultak meg beruházások. Ennek az egyik talán leglátványosabb eleme, hogy közel másfél kilométer hosszan építettünk egy kerékpárutat, több mint 4 kilométer hosszúságban felújítottunk egy külterületi utat, és itt szeretném is megköszönni azoknak a gazdáknak, gazdálkodó szervezeteknek a hozzájárulását, akik segítettek bennünket ennek a projektnek a végrehajtásában. Felújítottuk a fogorvosi rendelőt és a védőnői szolgálatunkat, illetve elkészült az ipari parkos beruházásunk, ez a repülőtér egyes kapujánál. Hát sajnos rendezvényeink elmaradtak az elmúlt évben, de bízom benne, hogy 2021-ben visszaáll a régi rend, és tervezhetjük a nagy rendezvényeinket is. Melyek azok az elképzelések, feladatok, amelyek ebben az évben, 2021-ben megvalósításra várnak, amelyeket célul tűzött ki Kunmadaras? 2021-ben is vannak már folyamatban lévő pályázataink. Ugye már most 2-3 éve folyamatban van az egész települést átható szennyvízberuházás. Itt még 3 átemelőt kell a vállalkozónak felújítania, és akkor várhatóan a nyár folyamán indulhatnak meg a lakossági rákötések.
Van egy EFOP-os pályázatunk, amelynek keretében belül az idén szeretnénk 6 önkormányzati bérlakást felújítani, és a település központjában egy közösségi teret kialakítani. Az elmúlt év folyamán nyertünk el TOPOS pályázat keretében egy új gyermekjóléti szolgált építésére is pályázatot, és ezt is nagyon szeretnénk az idén megvalósítani, hogy egy tényleg korszerű, új, szép épületbe kerülhessen a gyermekjóléti szolgáltunk, illetve forrás kell, arra kerestünk, hogy a belterületi útjainkat karban tudjuk tartani, és elinduljon ez a vonal, hogy fel tudjuk újítani az útjainkat. És a repülőtéret illetően pedig azon vagyunk, hogy az ipari parkos beruházásunkat tudjuk bővíteni. Hála Istennek több befektetői érdeklődés van a repülőteret illetően. Illetve nagyon jó lenne, ha a vírushelyzet engedné, úgy alakulna, hogy a madarasok találkozóját meg tudjuk szervezni az idén, ez a 15. lenne, és pont Kun madaras adna helyet neki. A következő pályázati ciklusban mi az, amit mindenféleképpen vírus ellenére, illetőleg attól függően, hogy alakul a helyzet? Ipari parkos pályázatot mindenképpen szeretnénk még pályázni. Amit említettem, a belterületi utak felújítása nagyon fontos feladat. Van még néhány önkormányzati intézményünk, amelyek energetikailag nem lettek még korszerűsítve, úgyhogy sok feladat áll még Kun madaras előtt, amit jó volna megvalósítani. Megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen én is. Bekeményített a Tiszató halászati hasznosítója, a Tiszatavi Sporthorgász Kft. A szemetelő horgászokkal szemben. Az új szabályok szerint akár a jegy is ugorhat. Minden évben problémát jelent a Tiszató horgász helyein a horgászok által hátrahagyott szemét, amelyet a Tiszatavi Sporthorgász Nonprofit Kft. És az önkéntesek szednek fel. A szemetelés megállítására már több kísérletet is tett a Kft., de 100%-os sikerrel még nem járt, így a 2021-es horgászrendbe az alábbi szabályt szűtte. Szemetelni és szemetes horgászhelyen horgászni tilos. A szemetes helyen horgászó szemétől a horgászjegy bevonásra kerülhet. A horgász köteles a horgászhelyet tisztán hátrahagyni. Ennek érdekében a keletkezett hulladékot köteles elszállítani, vagy a Sporthorgász Kft. Által forgalmazott, sárga színű zsákban a gátkorona élén elhelyezni, amit a Kft. Onnan elszállít. A társaság természetesen alternatívát is kínál azoknak, akik esetleg nem tudnák magukkal vinni a szemetet, és inkább a parton szeretnék azt elhelyezni. Felhívjuk minden kedves horgász figyelmét, hogy a Tiszató partján a hulladék elhelyezésének egyetlen legális módja létezik, a Sporthorgász Kft. Által biztosított és az irodánkban a jegyárusító helyeken, valamint a halőröknél is megvásárolható sárga színű, társaságunk logójával ellátott szemetes zsákok használata. A zsákára 500 forint per darab, ez az összeg a zsákok előállításának és a szemét begyűjtésének elszállításának önköltségét fedezi. A sárga zsákokba gyűjtött, majd a zsákba bekötött és a gátkorona szélén elhelyezett szemetet munkatársaink rendszeresen begyűjtik és elszállítják, tették hozzá. A jövőben a halőreik szigorúbban fogják ellenőrizni a szabály betartását, és ha valaki ezt megszegi, akkor attól egyből elveszik az engedélyét. A lehető legkorrektebb módon és legigazságosabban fognak eljárni a szemetelőkkel szemben. Minden tisztességes horgász érdeke, hogy a szabálysértő szemetelés megszűnjön a Tiszatavon, az elkövetők hozzáállása megváltozzon, ellenkező esetben pedig a megfelelő retorzióban részesüljenek, emelték ki. A szemetelésre vonatkozó szabálynak nem a büntetés a célja, és nem is az, hogy a tisztességes horgászokkal szedessük össze az illegálisan ott hagyott szemetet. Egyetlen szabálykövető horgászt sem fogunk megbüntetni, ugyanakkor a szemetelés minden formáját felszeretnénk számolni szeretett horgászvízünk környékén, hiszen barátunk a Tiszató, zárták közleményüket. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!